Köszöntöm kedves nézőinket a Megkérdezzük a polgármestert 101. adásában, és köszöntöm stúdiónkban Hajdú László polgármester urat. Köszöntöm a kedves nézőket én is. Ma a felvétel napján a legfontosabb téma, amiről beszélgethetünk, az a tegnapi testületi ülés. Mondhatjuk azt, hogy éjszakában nyúlóan egy állandó testületi ülésre került sor. Sok témát sikerült megvitatni. Az interpellációk talán egy kicsit az elején elhúzták az időt, de tulajdonképpen minden lényegi döntés napirendre került. Sürgősséggel érkezett a napirendre a Burza Hungarika ösztöndíjnak a megszavazása. Mit lehet erről pontosan tudni, hány gyermek nyerte el az idén az ösztöndíjpályázatban a támogatást? Igen, ez egy új vállalásunk, egy új önként vállalt feladat, és ez tegnap este került napirendre. Hozzá kell tegyem, hogy talán egy évvel ezelőtt vagy kettővel is már ezt napirendre tűzhettük volna, most életben a helyzet, és így a pályázatot is meghirdetve, kb. 17 gyerek az, aki fog kapni. Ugye magában a Burza Hungarikának valahogy 5000 forintos ösztöndíjról van itt szó, az a felső határ, vagy legalábbis a mi esetünkben ez lesz a felső határ, 10 hónapon keresztül kapják a gyerekek, és a hátrányos helyzetben lévő, jó tanuló vagy jó képességű gyerekek pályázhatnak érettségi kortól, illetve felsőfokú főiskola vagy egyetemi korosztály. A 18 beérkezett pályázat közül, mert hogy erről is egyben döntöttünk, 17 gyerek pályázata volt jó, és mind a 17-et elfogadtuk. Ez körülbelül éves kihatásban 2,5 millió forint támogatás azoknak a gyerekeknek, ahol még a családban az egyfőre eső keresetet is számításba kellett venni, nem csak a tanulmányi eredményt, és ezek sajnos mindegyike erre is rászorult. Nagyon fontos hagyomány elindítását remélek ettől. Ugye itt a kerületben a jó tanuló, jó sportoló gyerekek is, illetve a kiemelkedő tanulmánnyal rendelkező diákok is szoktak kapni ösztöndíjat. Miben más, vagy miben szélesíti ezt a palettát az, hogy kifejezetten a szociális rászorultságot is nézik ennél az új pályázatnál? Lényegében elég széles ösztöndíj programja van a kerületnek, ez egy újabb ösztöndíj, mondhatjuk azt, hiszen 4 kategóriában már hirdettünk ösztöndíj pályázati eredményt, az 8 gyereket érint, tehát 32 gyerek már ösztöndíjasunk, és most további 17 gyerek lett ösztöndíjas. Azt is figyelembe véve, hogy közben az iskolák a Klebersberg-Konó intézmény fenntartóhoz tartoznak, vagy a Klebersberg igazgatósághoz, az összevonthoz, és kevés közünk van a gyerekekhez, lényegét tekintve a 15. keleti gyerekeknek, vagy a 15. keleti intézményben tanulóknak szervezzük meg úgy, hogy az iskolákat már nem mi tartjuk fönt, de úgy gondoljuk, hogy az itteni tehetséget föl kell karolni. A tegnapi testületi ülés másik fontos napirendje volt a képviselőtestület 2017. év első fél évi munkarendjének kialakítása. Itt mik azok a fontosabb programelemek, amikre az első fél évben sor kerülhet majd? Hát a munkaterv összeállítása mindig a fél éves időszakra történik, és fél éve időszakban a látható programok közül most 5 ülést terveztünk az első fél évre. Hozzá kell tegyem, hogy január 4-én kellene normál menetben ülést tartani, de most 13-án karácsony előtt is tartunk, ezért januárban a hónap végére eltettük 24-ére. Következő hónapban megint nem tudjuk a hónap elején, mert az a szabály, hogy a hónap első hetébe tartunk testületit, mert a költségvetést törvény írja elő, hogy 28-áig kell elfogadni, ezért ha az hónap elején megtartottuk volna újra a testületülést, akkor vagy 2 tartunk februárban, vagy pedig el kell tolni, és ebben döntöttünk. Tehát január-februárban a hónap végén lesz a testületülés, majd visszatérünk a hónap elejére, és a további ülések azok már a hónap elején, tehát 4-e, 6-a, ezek az első hét, keddi napokon lesznek tartva. A megkerült programok előrelátható rész az döntően a költségvetéssel függ össze, a zárszámadással,
a gazdasági cégek üzleti terveivel függenek össze, és az éves indítandó fejlesztésekkel és beruházásokkal, illetve az erre kírt közbeszerzésekkel. Ezek jól látható programok, illetve az OVA indítással kapcsolatban most hoztunk egy döntést a tegnap este. A 11 óvodából ugye egy hármas csoportú óvoda, összevont óvodát hoztunk létre, tehát nem 11 vezetővel, hanem csak 3 vezetővel dolgozunk a jövőt illetően, de megmarad a 20 telephely továbbra is, csak ezzel kapcsolatban az első fél évben még több teendőnk lesz, tehát ez többször meg fog jelenni a képviselőtestület ülésen. Összességében szerintem most nincs túl tervezve, nincs sok napi rend, viszont tudom azt, hogy az élet írja, és minden hónapban ez elmegy a 15-20 napi rendekig, hiszen sorba jönnek részben föntről, részben az intézményekről, sok esetben mi magunk se tudunk más lépést csinálni, mint testület elé kell vinni. Úgy 15-20 napi rendenként fogunk haladni 2017-ben is. Lesz esetleg sor közmeghallgatásra, hiszen tavalyi évben is közmeghallgatással nyithattuk az évet? Igen, ez nagyon fontos joga a lakosságnak, hogy legyen közmeghallgatás, törvény írja erő számunkra. Évente egyet, ezt meg fogjuk tartani a második fél évben, azonban havonta szokásos módon a lakossági tájékoztatókat, azt továbbra is megtartjuk, tehát a lakossági tájékoztató az egy jó kiegészítése a képviselőtestületi ülésnek, abból viszont 10-et tervezünk, tehát egész esztendőre 10 lakossági tájékoztatót a város különböző pontjain, adott helyi témákban, és van olyan, amit már tematizáltunk, tehát már tudjuk, hogy milyen ügyben kell ilyen lakossági tájékoztatót tartani. És persze ott a lakosság bármi, ami őt foglalkoztatja, azt is elmondhatja. Igen, ez is a munkatervünk egy része. Akkor a jövő évben is mozgalmas évnek nézünk elébe, és biztos, hogy lesz, miről beszélgessünk itt a műsor keretein belül. Egy kevésbé vidám témával folytatnánk, hiszen a hétvégén és a jövő hét elején is ételosztásokra kerül sor a kerületben. Az önkormányzat által szervezett ételosztáson kívül civil szervezetek, illetve politikai pártok is tartanak ételosztásokat. Még a korábbi években egy, maximum 2 ilyen alkalomra került sor, most már 4 alkalom van, és ugye a tapasztalat azt mutatja, hogy hatalmas igény mutatkozik erre. Lehet ebből bármilyen messze menő következtetés levonni a kerületben élők életével kapcsolatban? Annyit mindenképpen, hogy az önkormányzatnak feladata az itt élő emberek problémáinak a kezelése. Nem mehetünk el szó nélkül az mellett, hogy jelentős a szegénység. Külső kerület vagyunk, a hajléktalansággal is keveredve még nagyobb ez a nyomás. Korábban 365 napból egyetlen egy alkalommal a szeretet ünnepelő karácsonykor volt ilyen ebédosztás, majd 2-re kellett ezt növelni, most már 4 alkalommal lesz, és így 16-án és 17-én is, és 18-án világvasárnapon is, és mi az önkormányzat már tavaly is és tavaly előtt is beszállt, mert kényszerülünk beszállni, tehát az önkormányzat pedig 19-én hétfőn fog ebédet osztani. 4 napon keresztül átlagosan körülbelül 300 és 400 adag közötti forró egy tál ételt, valamilyen süteményeket is. Akik szervezik, azok majdnem mindenki, elsőbb a civil szervezetek, azok ajándékot is fognak átadni. Az önkormányzatunk is ezt csinálja. Ennek a igénybevőknek egy köre általunk ismert, regisztrált szegény, mások pedig a spontán, ott ismerjük meg őket, nagy sorokra számítunk. Sajnáljuk azt, hogy ez 365 napon végig nem tudjuk megtenni. Hozzá kell tegyem, hogy a regisztráltak részére azonban a Svédvárházban lévő pajtási teremben, a hajléktalanok részéről pedig a Konyfó utcai melegedőben egész évben van valamilyen ételmegoldást, tehát az év minden napja, ha más nem, kenyér és teja, valami a vajjal vagy egyébben megkelve, de főtt étel, meleg étel is, ezt is igénybe veszik az emberek. Ilyenkor azonban az a fajta szegénység is megjelenik a sorokban, akik még lakásban élnek, de már olyan helyzet van, hogy
szégyen, nem szégyen, odaállnak a sorba is, gyerekekstől együtt egy tál meleg ételt elfogadnak, és talán minden egy nap el fognak jönni. Ez a kötelességünk, erkölcsi kötelességünk, szeretet ünnepére készülünk, ezt az önkormányzat meg tudja tenni, csak meg kell szerveznünk, mások civil szervezetek is jönnek, mi felállítjuk a sátrot, ezzel hozzájárulunk, hogy kulturált körülmények között történjen, és maga az önkormányzat is egy alkalommal ebédet fog osztani. Azon nézőinknek mondanám, akik olyan helyzetben vannak, hogy szívesen segítenének, az önkormányzat honlapján a pontos ételosztási időpontokat és a szervezetek neveit is megtalálhatják, fel tudják venni a kapcsolatot a szervezetek képviselőivel, és akár sütemény formájában, akár ruha formájában rengeteg módon lehet adományt adni, ha tudnak, éljenek a lehetőséggel. Én nagyon szépen köszönöm polgármester úrnak, hogy ezen a héten is ellátogatott hozzánk, jövő héten még egyszer találkozunk, aztán legközelebb majd csak januárban várjuk a nézőket. Nézőinknek is köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra!